Bonum TV. Értéket adunk az időnek. Beket Szent Tamásra, az általa képviselt értékekre, vértanú halálára emlékezünk itt, ezen az emlékhelyen, Esztergomban, amely már 800 éve Beket Szent Tamás esztergomi emlékhelye. Hallgassunk meg egy részletet, szokás szerint angolul, majd magyarul, Thomas Eliot gyilkossága Székesegyházban című művéből. Beloved, we do not think of a martyr simply as a good Christian who has been killed because he is a Christian, for that would be solely to mourn. We do not think of him simply as a good Christian who has been elevated to the company of the saints, for that would be simply to rejoice, and neither our mourning nor our rejoicing is as the world's is. Christian martyrdom is never an accident, for saints are not made by accident. Still less is a Christian martyrdom the effect of man's will to become a saint, as a man by willing and contriving may become a rule of men. A martyrdom is always the design of God, for his love of men to warn them and to lead them and to bring them back to his ways. It is never the design of man, for the true martyr is he who has become the instrument of God, who has lost his will in the will of God, and who no longer desires anything for himself, not even the glory of being a martyr. So thus, as on earth, the church mourns and rejoices at once in a fashion that the world cannot understand, so in heaven the saints are seen not as we see them, but in the light of the Godhead from which they draw their being. Egy vértanúra nem csak úgy gondolunk, mint egy jó keresztényre, akit a kereszténysége miatt öltek meg. Ez csak a gyászra adna okot. Nem is csak úgy gondolunk rá, mint egy jó keresztényre, aki fölemeltetett a szentek közé. Ez csupán örömre adna okot. De sem gyászunk, sem örömünk nem olyan, mint a világé. A keresztény vértanúság soha nem baleset, senkiből sem lesz szent véletlenül. A keresztény vértanúság még kevésbé következménye az ember akaratának, mivel eltökéltségével és mindenre elszántsággal legfeljebb más emberek zsarnokává lehetünk. A vértanúság mindig Isten terve, mely az ember iránti szeretetéből fakad, hogy figyelmeztesse az embert, visszatérítse az ő útjára. A vértanúság sohasem az ember tervének megvalósulása, az igazi vértanú mindig az, aki Isten eszközévé vált, aki azonosul Isten akaratával, és aki semmit nem tervez saját maga számára, még a vértanúság dicsőségét sem. Ez az, aminek a földön az egyház egyszerre tud örülni és gyászolni,
és ezt a világ nem képes megérteni. Mint ahogy a mennyben, a szentek a magasban vannak azután, hogy kicsinnyé tették magukat, és valójában nem olyanok, amilyennek mi látjuk őket, mert az Isten fényében tündökölnek, akiből létüket merítik. Ebben az órában, amikor Krisztus vértanúként felajánlotta életét az utolsó vacsorán és feláldozta a kereszten, mondjunk köszönetet neki és kégyükös bizalommal. O God, our Father, as we celebrate the witness of St. Thomas of Canterbury, bishop and martyr, we pray for all those persecuted for the Christian faith and those who suffer unjustly, remembering that in the child of Bethlehem our salvation has dawned. For this grace we pray to the Lord. O God, our Father, we give thanks that here today we may meet together in your love and praise. People of different languages, cultures, and Christian traditions, but united in having been claimed by your Son as our Savior, in gratitude we pray to the Lord. Istenünk, Atyánk, amikor Beket Szent Tamás vértanúságára emlékezünk, könyörgünk mindazokért, akiket a keresztény hit miatt üldöznek, és akik bármilyen igazságtalanságot szenvednek, abban a tudatban, hogy a betlehemi gyermekben eljött hozzánk az üdvösség. Hallgass meg, Urunk! Beket Szent Tamás közbenjárására karolj fel minden jó szándékú erőfeszítést, amely a keresztény gyökerekre és hagyományokra építve egy új Európa létrehozására irányul, hogy abban igazi közösségre és otthonra találjon minden, bármilyen fajhoz, néphez, nemzethez, nyelvhez, vagy valláshoz, vagy kultúrához tartozó ember. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenünk, te nagy lelki erőt öntöttél Beket Szent Tamás vértanútba, hogy az igazságért feláldozza életét. Közbenjárására enged, hogy Krisztusért lemondva életünkről itt a földön, örökre megtaláljuk azt nálad a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Almighty God, you enabled St. Thomas of Becket to lay down his life with undaunted spirit for the rights of your church. Let his prayer help us to deny ourselves for Christ in this life and so find true life in heaven. Through Christ our Lord. Amen. Kérjük Isten áldását. Istennek népe, szent gyülekezet, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon ti néktek békességet. Amen. És áldjon meg bennünket a mindenható Isten Beket Szent Tamás közbenjárására, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Most lelkész kollégáimmal és a díszvendégekkel egy emlékmécsest helyezünk el az oltáron, a Párkányi Szlovák-Magyar Baráti Társaság képviselői pedig koszorút helyeznek el Beket Tamás tiszteletére és emlékére.
legújabb kori Beckett Szent Tamás emlékünnepségek sorozatában a 19. alkalmából szeretettel köszöntök minden résztvevőt, vendégünket. 19 év alatt nagyjából ugyanaz volt a menete az ünneplésnek, 3 órakor délután az esztergomi Beckett Szent Tamás emlékhelyen találkozunk, utána pedig korábban más helyszíneken, utóbbi években itt a várban folytatjuk egy emléküléssel. Szeretettel köszöntöm Paskai László bíboros urat, aki az utóbbi esztendőkben állandó résztvevővé vált. És szeretettel köszöntöm a korelnökünket, Gelsely Vilmos urat, a Richter elnökét. Néhány nappal ezelőtt ünnepelte 91. születésnapját, Isten éltesse sokáig. Vele beszélgetve nem a 100. születésnapjára készülünk, hanem a 30. Beckett Szent Tamás emlékünnepségekre majd néhány esztendő múlva. És nem a korelnökhöz viszonyítva, nem kor szerint folytatnám, hanem mindannyiunk nevében szeretettel köszöntöm Völner Pál urat, államtitkár urat, Tarna Rihárd urat, a Pest megyei kormány megbízottat. Nagyon szerények a vendégeink, úgyhogy nem jöttek előre, úgyhogy megpróbálok mindenkit szeretettel köszönteni. Szabó Gábor rektor urat, Szegedi Tudományegyetem rektorát. Szintén szinte állandó résztvevőit az ünnepségünknek, Olaszországból, Padovából, Szírió Cseri tábornok urat, Néreó Bison urat. Szeretettel köszöntöm a első alkalommal megjelenő vendégeket is, Bodó Imre képviselő urat, Kalmár Ferenc képviselő urat, Anthony McDade atyát, Monsignor Anthony McDade-et, aki hol Írországból, hol Rómából, hol az Egyesült Államokból, most az utóbbiból Írország érintésével érkezett ide. Szeretettel köszöntöm Hernádi Zsolt, elnökvezérigazgató urat. Ő részben házigazdájává is vált az ünnepségeknek. Szeretettel köszöntöm Lukács János, standártábornok urat és családját, munkatársait. Sors László, főigazgató urat, a NAV alelnökét. Szeretettel köszöntöm a városi képviselőket, az intézmények vezetőit, és elnézést kérek, hogyha nem tudom olyan jól levezetni ezt az ülést, mint Kápolnai Dezső barátunk, akinek a neve és a jelenléte eltörölhetetlenül kapcsolódik 19 év alatt a Beckett Szent Tamás emlékünnepségekhez. Ő egészségi állapota miatt lemondott az elnökségről, a Rudnai Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület elnökségéről. Elnökségi tag maradt, és természetesen mindig számíthatunk rá. Most is jött volna, szeretettel köszönt mindenkit, de pillanatnyi egészségi állapot ezt nem tette lehetővé. Másik kedves állandó vendégünk, Dennis Moss atya, az anglikán közösség lelkésze és utóbbi években az anglikán egyházban közép-európai területi esperes is volt, nyugdíjba ment, ő is jött volna szeretettel, készült, csak logisztikai nehézség miatt nem tudott. Ő Magyarországon telepedett le, Keszthely környékén, és jelezte, hogy jövőre mindenképpen még jobban megszervezi majd az útját. És szeretettel köszöntök mindenkit, egyesületünk tagjait, az alapítvány barátait, munkatársait, szervezőket, és nagyon köszönöm ismét a múzeum gazdáinak, hogy lehetővé tették, hogy itt jöjjünk össze. A témánk
állandó, az európai, közös Európa, keresztény gyökerek, közös értékek. Schmidt Pál elnök úr, akit az előadókkal, az idei előadókkal külön mindannyiunk nevében szeretettel köszöntök. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Ő nagyon sokat tett, küzdött az értékekért. Mi keresztény értékekről beszélünk, de egyetemes értékekről van szó. Az Európai Parlamentben is, és köztársasági elnökként nagyrészt neki köszönhetjük az alkotmányunkat is, amelyre büszkék vagyunk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat Hölvényi György államtitkár úr, második mai előadónk. És szeretettel köszöntöm a mai előadóink körében szintén. Mindhárman először vesznek részt az ünnepségünkön. Rétvári Bence államtitkár urat. Megkérem Schmidt Pál elnök urat, tartsa meg előadását. Igen, tisztelt bíboros úr, püspök úr, államtitkár urak, megnevezett és meg nem nevezett kedves vendégek, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok ezen a szép emlékező ünnepségen. Külön köszönöm a személyes meghívását Kisrigó László püspök úrnak, akinek nem is tudtam, még ha akartam volna sem nemet mondani, hogy itt ma önökkel legyek. Amikor a meghívót is kézbe kaptam, akkor engedjék meg nekem ezt a személyes hangvételt, egy kicsit az olimpikon szólt belőlem, mert olvasva egyetlen egy idézet van ezen a szép meghívón, ami így szól, idézem: örök igazság ez, csak az nyeri el a győzelmi koszorút, aki szabályszerűen küzd. Elgondolkoztam, hogy Beckett Szent Tamás honnan vette ezt az idézetet. Hiszen ha Pál apostolra gondolok, aki nagyon sok és szép idézetet mondott a sportról, az ő idejében még tartottak az ókori olimpiai játékok, de Beckett Tamás idejében már nem volt. Úgyhogy, hogy milyen versenyek lehettek az ő korában, ezt csak gondolni tudom, hogy talán valami lovagi küzdelmek, ahol szintén utalt a becsületes küzdelemre. Hát Pál apostoltól a legismertebb, hogy ama nemes harcot megvívtam, futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam. Vagy van még egy más is, amit talán kevesebben tudjak, így szól: nem tudjátok, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Pál apostol érdeklődött, kitüntető érdeklődős mutatott a sport iránt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Szent Leckében olvashatjuk, ha nem is a maiban, de nem olyan régen: aki gyűlöli testvérét, az sötétségben él, aki szereti testvérét, az világosságban él. A mai nap vértanú szentje Beckett Szent Tamás a király II. Henrik bizalmas jó barátja volt, mindaddig, amíg a király ki nem nevezte Canterbury érsekké. Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy ez a barátság összeegyezhetetlen a Krisztussal való barátsággal, mert a király eszközként akarta használni Tamást politikai céljai eléréséhez. Beckett Szent Tamás viszont az egyház pásztoraként nem volt hajlandó az egyház ellenes törekvéseket támogatni, ugyanakkor készen állt Isten egyházáért a halált is vállalni. Mai politikai terminus technikusszal élve azt mondhatnánk, hogy Beckett Tamás volt annak idején az úgynevezett fékek és egyensúlyok szerepének a felvállalója, mint ahogy az egyház valóban kellett, hogy végezze ezt a különleges jogi feladatot, hogy valahogy féken és egyensúlyon tartsák a természetesen az abszolutizmusra törekvő mindenkori uralkodókat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azért is hálás vagyok a meghívásért, mert az európai parlamenti tagságom, ami 6 évig tartott, az alatt alelnöke voltam végig a kulturális bizottságnak, és ez volt az egyetlen bizottság, ami a kultúra, ez volt a neve, de egyébként oktatással is foglalkozott, és vallási kérdésekkel. És amikor az európai parlament alelnökévé választottak, akkor magam kértem, hogy a sok szerteágazó alelnöki feladatok közül rám testálják a parlament és a vallások közötti európai párbeszéd kérdéseit. Ez volt az egyik tisztem: szervezni, előkészíteni és lebonyolítani. Az igazság az, hogy túl sok dolgom nem volt.
Őszintén megvallom, hogy a vallási párbeszéd, a magasrangú egyházi vezetők megjelenése az Európai Parlamentben ritka volt, mint a fehér holló, de ha volt, azt legalább nagy becsben tartottuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekem nagy megtiszteltetés, ahogy Püspök úr is mondta, hogy nekem jutott a sorstól az a öröm, hogy aláírhattam az új alaptörvényt, amit az országgyűlés húsvétkor fogadott el tavaly, illetve most már tavaly előtt, amely Magyarország újjászületését jelképezi. Az új húsvéti alaptörvény nem pusztán azt üzeni, hogy átmeneti alkotmánnyal és különböző pártpaktumokkal irányított Magyarország már végleg a múlté, és a harmadik évezred minden magyar országát kell, hogy elhozza, hanem azt is, ahogy Kövér László házelnök úr kifejtette, az előszavában van az alkotmánynak egy díszes kiadása, hogy a haza nem csak körülöttünk, de bennünk és felettünk is van a magasban. A húsvéti alkotmány tehát nem csupán közös életünk rendjét, hanem annak értelmét is védi, mindenki számára biztosítja a keresztény civilizáció alapját képező értékeket, emberi jogokat, mindenek előtt az emberi méltóságot. Kérem, engedjék meg, hogy csak néhány rövid idézetet a mi alkotmányunkból, amire mindannyian büszkék vagyunk, a mi alaptörvényünkből, ami úgy kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart. És a hitvallás, a nemzeti hitvallás részében, az előszó részében így írunk. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Elismerjük a kereszténység nemzet megtartó szerepét, becsüljük országunk különböző vallási hagyományait. Az alaptörvény más helyütt, a alapvetések 7. cikke pedig kimondja, kicsit elvontnak tűnik, de mégis ez a konkrétabb. Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy a vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján, vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan, vagy a magánéletben kinyilvánítsa. Az állam, az egyházak különválta működnek, az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy milyen megtiszteltetésben volt részem, mielőtt az alkotmány megszületett, és utána mind a két alkalommal találkozhattam 16. Benedek pápával, őszentségével. Amikor először kimentem hozzá, első utam volt, mint elnök, akkor hát először is meglepett a határozott érdeklődése. 35 percet töltöttem bele egy helységben, 4 szem közt, németül beszélgettünk, félretéve tolmács segítséget, miután a családomról érdeklődött, és körülnézte, hogy hívő ember vagyok-e, utána Magyarországra költözött lélekben velem együtt, és érdeklődött a politika iránt. Kérdezte, hogy mi ez a két harmad, hogy ez szinte példátlan győzelem, és hogy vigyázzak, mennyi dolgom lesz, hogy féken tartsam a kormányt. Hát úgy sikerült, ahogy. Tehát vigyázzak, fölhívta a figyelmemet, hogy a kétharmad kétéltű fegyver, amivel semmiképpen nem szabad visszaélni. És egy teljesen őszinte embert ismertem meg, aki végig a beszélgetés alatt a szemembe nézett, sosem felejtem el, kitüntető érdeklődés mutatva, és amikor én kérdeztem tőle, hogy adjon tanácsot, hogy hogyan foglaljuk az készülő alkotmányunkban a kereszténységet, akkor ő azt mondta, hogy hát ha úgy kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart, az már neki elég, de egyébként a lengyel alkotmány az, ami példamutató, a lengyel alkotmány, ami úgy rendelkezik, hogy a lengyel nép katolikus, de tiszteletben tartja minden más embert, aki másként, más értékek mellett éli az életét. Hát a mi alkotmányunk is körülbelül így rendelkezik, ezt fogadtuk el, és akkor azt mondta, és ezt pontosan éreztem, hogy így is gondolja, hogy majd imádkozik értünk. Második alkalom, amikor találkoztam vele, már megvolt az alkotmány, és akkor ezt ő megköszönte. Akkor Liszt Ferencnek egy koncertjét vittem oda, ajánlottam fel a magyar nép nevében, ami nagy sikert aratott egy hatalmas auditoriumban. Az a megtisztelés jut, hogy végig ott ültem vele, és láttam, hogy mennyire élvezi ezt a zenét.
És akkor ő ezt megköszönte. Azt mondta, hogy mi vagyunk a 9. ország Európában, aki ilyen határozottan fölvállalta a kereszténységet a saját alaptörvényében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jelenleg 27 országot, mintegy 500 milliárd lelket számláló Európai Unió eredetileg nem csak a közös értékekre, nem csak a közös érdekekre, szén és acél és egyéb gazdasági politikai érdekekre, biztonságpolitikai érdekekre épült, hanem igenis értékekre is. Még emlékezhetünk rá, hogy az alapító atyák, a mélyen vallásos Robert Schuman, vagy Jean Monnet, de Gasperi eredetileg a szerződés alapjának a görög filozófiát és művészeteket, a római jogot és a kereszténységet, pontosabban a keresztény etikát jelölték meg. Ehhez képest a közelmúltban a lisszaboni szerződés, hát most már egy-két éve, lisszaboni szerződés a kereszténységet már nem is említi, sőt a vallási sokszínűséget is egy egyszerű formulával intézi el a következőképpen. Idézem, a lisszaboni szerződés az európai alkotmány, ha így tetszik, preambulumából. Ösztönzést merítve Európa kulturális, vallási és humanista örökségéből, amelyből az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen jogai, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, valamint a jogállamiság egyetemes értékei kibontakoznak. Ennyi, összesen egyetlen szó szól róla, akkor sem a kereszténységről, hanem általában a vallásról. Kérem, azért ne felejtsük el, hogy miközben a lisszaboni szerződés készült, a magyar illetékesek végig azon voltak és amellett álltak ki, hogy a kereszténységre egyértelmű utalás történjék a lisszaboni szerződésben. Ha egy kicsit közelebbről tanulmányozzuk a vallás helyzetét Európában, azt is látjuk, hogy a különböző euróbarométerek, bocsánat kérek, de így mondják ezeket a mérőeszközöket, ez sem a statisztikai felmérések persze ezek, sokszínű képet mutatnak. Tudatosan használtam a sokszínű szót, hiszen az Unió büszke arra, hogy nem csak az érdekek, mint említettem, hanem az értékek is kötik össze az országokat, és ilyen érték például a kulturális sokszínűség, a vallási sokszínűség, és minden bizonnyal, a nyelvi sokszínűség és a vallási sokszínűség természetesen ide tartozik. Sajnálom, hogy itt nem tudok vetíteni, de nem is lenne jó ezt a gyönyörű Vajk megkeresztelése című festményt eltakarni, akár csak egy pillanatra és önök elől. Van egy táblázat, ahol azt kérdezték meg az emberektől, hogy hisznek-e Istenben. A második kérdés az volt, hogy hisznek-e valamiféle lelki dolgokban, esetleg egy földön túli erőben, és a harmadik kérdés az volt, hogy egyáltalán nem hisznek semmiben. Nos, a válaszok igen megoszlottak, de az európai átlag, az európai 27 ország félmilliárd ember átlaga, az meghaladta az 52%-ot. Az igen válaszra. És még egy része, mindegy 25% hitt egy felsőbbrendű erőben, ha úgy tetszik, egy hatalomban. Ha ezt a kettőt összeadom, az már több mint 75%, tehát azt lehet mondani, hogy az Európai Unió összlakosságának 75%-a, ami hát ilyen kicsit pestiesen szólva azt mondanám, hogy hát azért 400 millió ember nem tévedhet. De érdekes a megosztás is, mert ilyen országok vannak, mint Málta, Ciprus és Románia, ahol az igen válasz, a határozott igen válasz meghaladta a 90%-ot. A sereghajtók, ezek Dánia, Svédország, Cseh köztársaság és Észtország, itt az igen válaszok száma a 30 alatt maradt. Még teritoriális nagy különbségek is vannak országon belül, azért ezt figyelemre méltó, hogy a Nyugat-Németország, tudják, hogy mire beszélek, a volt nyugat-német területen a igen válaszok, az határozott igen, hiszek Istenben, válaszok 54%-a volt minden megkérdezettnek, ugyanez kelet-német területen 19. És a legnagyobb elutasítás, a határozott nem hiszek semmiben, ez 57% volt a volt NDK területén, az azt jelenti, hogy nem múlt el nyomtalanul az egypártrendszer, és a totalitáriánus diktatúra az NDK-ban még a mai napig is. Érdekes a megosztás, hogy az igen válaszok, amikor kérdezték, hogy hiszel-e Istenben, még az emberek között is különböző arányban oszlottak meg, például a férfiak kevésbé hisznek, mint a nők. A férfiak csak 45%-a mondta, hogy igen, és a nők pedig 58%-ban mondták.
Biztos ennek is megvan a maga oka. Mint ahogy a korcsoportok is, a fiatalok kevésbé, és az idősek egyre jobban hisznek Istenben, valószínű fölmérték, hogy előbb-utóbb oda jutnak az elszámoltatás pillanatához, és majd el kell mondják, hogy hisznek vagy nem. A neveltség, a műveltség szinten nincs nagy szóródás, érdekes módon a pártnézetek alapján ez értelemszerű, hogy a jobboldali, konzervatívabb válaszolók, akik hisznek Istenben, azok lényegesen nagyobb számban voltak, mint a baloldaliak, akik hajlamosak az ateizmusra, vagy mindennek a tagadására. Van még egy érdekes felmérés, bocsássanak meg, hogyha ezzel így kicsit hosszú vagyok, de ezt muszáj elmondanom, ami nem azt kérdezte, hogy hisznek vagy nem hisznek, hanem felsoroltak az embereknek értékeket, és válasszák ki, hogy melyik számukra fontos, és válasszák ki, hogy melyik kevésbé fontos. Torony magasan vitte el a pálmát a válaszokban az emberi jog, a béke és a demokrácia. Ezt most követte, már százalékot itt nem mondok, de követték, ezek voltak az értékek, amiket eléjük tettek, jogállamiság, más kultúrák tisztelete, szolidaritás, az emberi élet tisztelete, egyenlőség, szabadság, tolerancia, önmegvalósítás lehetősége és vallás. Ez azért meglepő, hogy a vallás az értékek választásánál az utolsó helyre került, összesen 3% mondta, hogy számára kiemelkedő érték a vallás. Lehet, hogy másképp tették fel a kérdést. Vagy az embereket valóban a létük biztonsága, a jogbiztonsága, a közbiztonsága, a családjuk biztonsága, a jogállamiság, a demokrácia valóban jobban foglalkoztatja. Mindenesetre azt látni, hogy ez itt egy jelentős, azt mondom, értékeltolódás van, mint ahogy mi gondoltuk, hogy hogyan kéne legyen. Azt látni tehát, hogy hát sokszínű. Sokszínűképpen élik meg az európai emberek a hitüket. Egyes mondás szerint azt mondják, hogy ahány ember van, annyiféle ablak nyílik az Isten felé. Ezt, ha tetszik, és bocsánat a személyes hangvételért, ezt magam is megtapasztaltam. Az elmúlt időszakban különös választáson jutott át az életem, és úgy látom, hogy miután vesztettem bizonyos értékekből, ilyen volt a barátság például, vagy bizonyos pártpolitikai nézetek, erősödött az egyetlen kapaszkodó. Én is nagyobb ablakot nyitottam Isten felé. És ez most már így is lesz. Család, és ez az ablak. Ez fog elkísérni most már, amíg élek. Elnézést a személyes hangvételért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Zilinszky Jánostól kívánok idézni most, aki azt mondja, alkotmánybíró volt, nem tudom, nincs véletlenül? Mert ő ezután a téma után igenis érdeklődik nagyon. Alkotmánybíró, római jog kiemelkedő tudósa volt, aki azt írja egy tanulmányban, idézem pedig, nincs más választás, mint hogy elfogadjuk, hogy az emberi jogok rendje, a jus divinum rendjén az emberi méltóság, az Isten képére teremtett ember méltóságán, hogy a béke egyensúlya a gyengék, a rászorultak, elesettek iránti odadó, szerető szolidaritáson alapul. Hogy az igazság tesz szabaddá bennünket, ha tekintet nélkül érdekre, valóság alapján elfogadjuk, és mellé állunk, rendjének megvalósításán, áldozatok árán is munkálkodunk. Hogy a keresztény erkölcs az etika, a szeretet gyakorlata által állítható helyre, így a jog érték tartalma. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, az emberi jogok szilárdságát az Isten rendje adja. Nincs mögötte más kényszer, mint az értelem belátása. Ezt a görög filozófusok annak idején, akár Platon, akár Arisztotelész is így látta. Elfogadásán vagy elutasításán mégis a létünk vagy a pusztulásunk múlhat. Alap nélkül nem áll meg semmilyen felépítmény. Az első nagyobb vihar összedönti majd, és nagy rom lesz belőle az ilyen felépítményt. Róma, amely hirdeti az új Bábel, a sokszínűség, a zűrzavar csődjét. Európa pillérei közül a legfontosabb kibontását sajnos megkezdtük. Három pillér közül bármelyik kiesik, billen a biztonságos plató,
érdemes lenne erre idejében rádöbbenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindannyiunk nevében köszönöm elnök úrnak személyes hangot és megütő beszédét. Köszönjük az elmúlt időben a szolgálatát, értékeink a sport javára, az egész társadalom javára, és kívánunk neki erőt, kitartást mindehez. A Beckett Tamás emlék ünnepség elsősorban nem vallási, hanem kulturális rendezvény, de mindig ökumenikus imádsággal kezdjük magán az emlékhelyen, a Szent Tamás hegyen. Azáltal ökumenikus, hogy részt vesznek nem csak Angliát képviselve, hanem az anglikán egyházat is képviselve vendégeink. Említettem Dennis Moss atyát az előbb. Nagy szeretettel köszönjük már nem először, de ismét Frank Hegedűs lelkész urat. Ő a jelenleg az anglikán közösség lelkipásztora. Ezennel állandó, folyamatos meghívást tolmácsolok felé a Beckett ünnepségekre a jövőben is. És szeretettel köszöntjük Rupert Foster urat, aki szintén az anglikán közösség képviseletében van itt. És az ökumenikus jelleget gazdagítja szintén már nagyon régóta rendszeresen tagja az ünneplő emlékező közösségünknek Ágoston Csaba, református lelkész. Tiszteletes, köszönjük szépen az ő szolgálatát, az ő jelenlétét is. Valóban Beckett Tamás személye közös lelki-szellemi hagyatéka az anglikán, a katolikus és a református egyháznak is. Szeretettel köszöntöm Simon Géza alelnök urat, és Robert Christian Bachmann urat is, aki nehéz lenne. Ő úgy definiálta magát, hogy vadász, karmester, művész, gletszerpilóta, solymász, és szeretettel köszöntöm Lovis Ullein Revicki asszonyt is. A köztelevízióban megkérdezték tőlem, hogy milyen aktualitása van Beckett Szent Tamásnak, vagy lehet, hogy lehetne ezt megfogalmazni. Még annak idején, 20 éve, amikor Nemeskürti tanárúrral együttműködve, ő tartott az első előadást, megindítottuk ilyen formában az emlékünnepségeket, akkor ő is megfogalmazta, hogy II. Henrik király és Beckett Tamás a korábbi Lord Kancellár konfliktusa nem állam és egyház mai fogalmakkal élve szétválasztása vagy nem szétválasztása kapcsán történt, hanem egy olyan királlyal szemben abban a korban, és hasonló volt a helyzet Magyarországon is akkor, meg sok országban, Európában, amikor a király abszolutisztikus önkény uralomra, zsarnokságra törekedett, nem voltak civil szervezetek, nem voltak mai értelemben politikai pártok, akkor sokszor az egyház volt, adott esetben Beckett Tamás, aki az egyetlen fék volt a királynak az ilyen törekvéseiben. A demokrácia védelmében, mondhatnánk mai nyelven, persze akkor nem így beszéltek erről. Egész más körülmények között, de az elhangzottakból is erre utalhatunk, és a tapasztalatunkból manapság, lehet, hogy kicsit erősnek tűnik a kifejezés, de az érték semlegesség diktatúrája ellen kell most küzdeni, egész más eszközökkel persze. Sokat panaszkodunk, hogy keresztény értékeket kigúnyolnak, kikezdenek. Az az igazság, hogy szerintem elsősorban önkritikára van szükség. Ha egyszer valaki föladja az identitását, énekelve és dalolva és önként, akkor ne csodálkozzon, ha más is bátorságot kap, hogy kikezdje azt. Vagy ha valaki nem ismeri és nem értékeli, nem épít, nem alapoz a saját igaz értékeire,
akkor ne csodálkozzon, ha más bátorságot vesz és kezdi kigúnyolni ezeket az értékeket. Elsősorban nekünk kell, nem szeretnénk most túl hosszú szegedi kitérőt tenni, nagyon sok szegedi vendégünk is jelen van egyébként, de mindannyian hallották a sajtóból talán azt a csodálatos kortárs művészeti alkotást, hogy egy asztalon 12 tányéron emberi ürüléket kínálta szerző, és nem voltam itthon azokban a napokban, SMS-eket küldtek meg, minden hívtak, hogy tiltakozni kell meg minden, azt sem tudtam, hogy mi ellen, vagy miért. Hazajöttem, megnéztem, és akkor kiadtam azt a közleményt, hogy valóban, hogy ez most provokáció, vagy butaság, teljesen mindegy, de mi keresztények, ha igazán azok vagyunk, akkor nem ordítozunk meg mint akinek a lábára léptek, meg fölöslegesen panaszkodunk, meg játsszuk a sértődöttet, meg védekezünk, meg megsértődünk, meg tiltakozunk, hanem indítást érzünk, hogy még hitelesebben képviseljük az értékeinket vonzóbban, és akkor majd megtanulják mások is talán jobban tisztelni a saját érdekükben is. Egyébként pedig ez a kis ördög belém bújt, és azt is hozzátettem, hogy művészeti érték, vagy nem, ezt nem vagyunk illetékesek eldönteni, minden esetre nem a mi ízlésünknek felel meg az ilyesmi, az előbb utalt alkotás, de mivel becsüljük, tiszteletben tartjuk a kisebbség véleményét, és a tolerancia is arra indít bennünket, hogy másnak a jóét vágyát, aki így módon akarja kielégíteni a kultúra iránti éhségét, ne roncsuk el. De most szellemi magaslatokra emelkedünk ismét, és meghallgatjuk Hölvényi György államtitkár úrnak az előadását, aki, ha jól tudom, szinte mint 16 éven keresztül, 10 éven keresztül Brüsszelben különböző európai fórumokon dolgozott és képviselte Magyarországot különböző módon, elég nagy tapasztalatot gyűjtött személyesen arról, ami a állandó témaköre az előadásainknak, az emléküléseinknek. Kérem, hogy tartsa meg előadását. Európa három hegyről indul ki. Golgota, Akropolis, Kapitólium. Európa szellemi identitása e három valóságból együttesen fakad, e három valóság egységeként fogható fel, és csak egységként válnak igazán értelmezhetővé. Eminenciás bíboros úr, püspök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár urak, hölgyeim és uraim! A német államférfi, a Német Szövetségi Köztársaság első elnökének, Theodor Heussnak örökérvényű sorait olvastam fel előbb, ugyanis véleményem szerint Európa, ha tényező, hosszantartó tényező kíván maradni a világban, nem pedig egy sok tekintetben leszagadó, regionális fogyasztói közösség, akkor tisztáznia kell, újra tisztáznia kell, honnan, hová tart, tudatosítani kell magában ismét gyökereit, és újjá kell születnie. Az előtti idézet három alappillért fogalmaz meg. Egyrészt ugye a görög filozófiát, a fogalmi gondolkodás megalapozását, melyel nélkül a tudomány nem létezhet. Másrészt a római jogot, az impérium eszmét, mely mai jogunkat és államelméleteinket átjárja, áthatja. Ami számunkra tulajdonképpen ma talán ennél is fontosabb, a keresztény hitből fakadó, az Isten képmásságból következő, a szeretetben, a felebaráti szereteten alapuló erkölcsi alapvetés. A történelem egyes korszakaiban időről időre átalakuló jelentés hordozott ugye maga az európaiság kifejezés is. Az Európa gondolat kulturális értelemben egyidős magával az európai kultúra születésével. Az európai gondolat 14. századig tulajdonképpen egyet jelent magával a keresztény gondolattal. Ezt követően kezdődött el a keresztény gondolat felcserélése az európai szóval.
A felvilágosodás koráig a keresztény és az európai szavak többé-kevésbé ugyanazt a jelentést hordozták. Az európai szó először a 19. századtól lesz egyfajta szélesebb értelembe vett életmód jelzője. A második világháborút követően, miután a világ arculata, ugye hát mondjuk úgy, hogy alaposan átrendeződött, az európaiságot mindinkább fokozatosan politikai értelembe vett Európai Unió szempontjából kezdték értelmezni. A volt szocialista országok, így Magyarország is, sok reménnyel fűtve ehhez az érdekközösséghez, értékközösséghez kívánt közelebb kerülni, kívánt csatlakozni, amikor erre lehetősége volt. Tegyük hozzá mindig azzal a történelmi tudattal, hogy Európától minden nehézség, minden probléma ellenére ugye Közép-Európa sosem vált le. Az európai kultúra, hogyha időrendben vesszük, tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy az európai maga elrablásával kezdődött. A politikát tekintve a görög városállamok megjelenésével jött létre az első lépés Európára nagyon jellemző demokratikus társadalom szervezésben. Ez európai politikai szerveződésnek az egyik, ha nem is a legfontosabb kiinduló pontja. Ha a 20. századi európai egységtörekvéseket szemléljük, ennek alapját a római korban kell keresnünk. A világbirodalom eszméje Nagy Sándor korában született meg, majd ugye áthagyományozódott ugye a római birodalomra. A római birodalomra létrejött a központosított alakulat, egy minden polgárra egyformán érvényes joggal. Ugye Róma a hanyatlásakor fogalmazza meg Szent Ágoston a Civitas Deit, Isten államát, mely örökös harcban áll a földi állammal. Ma már erről ugye többször született említés. Üdvösség csak az Isten államában érhető el, a földi állam értékei csak viszonylagosak és részlegesek lehetnek. Ágoston műve évszázadokon keresztül meghatározta a politikai gondolkodást. A nyugati kereszténységet Aachenből kiindulva Nagy Károly egyesítette egy politikai kereten belül, birodalmának földrajzi kiterjedése, valamint a császári cím felvétele az európai egység újonnan megszületett szimbólumává tette. Bár a birodalma halála után fölbomlott, maga az intézményi struktúra sok-sok évszázadon át bizonyos értelemben a mai napig fönnmaradt. Az első ezredfordulót követően Európa területén élő népek nagyrészt ugye a latin keresztény kultúrához tartoztak, nem kizárólagosan természetesen. A keresztény elnevezés volt használatos, ahogy már ugye utaltam rá, magára az európaiságra is. Ekkoriban virágzott a Respublika Christiana gondolatkör, mely áthatott az európai közösség egész kulturális, szellemi és nyugodtan mondhatjuk morális életét. Jóval később, sok évszázaddal később a modern értelembe vett föderációs elképzelések főként érdekes módon, és erről nagyon sok tapasztalatunk van közvetetten vagy közvetlenül, Közép-Európához, a Habsburgok által uralt régióhoz kapcsolható. Az első világháborút lezáró békeszerződések azonban a nemzetállami széttagoltságot csúcsra járatták, megerősítették, a kölcsönös gyalaklás alapjaiban tett lehetetlenné szinte bármilyen fajta közösségvállalását. Ebben az időben született meg ugye ennek ellenére a páneurópai gondolat, amely egyfajta európai föderáció irányába elkötelezett mozgalom krédójává vált. Második világháborút követően ugye 1949-ben alakul meg az Európa Tanács, melynek alapszabálya tanúskodik arról, hogy a tagállamok szerint létezik egy közös európai kulturális örökség, mely összeköti az európai országokat és az európai identitás alapját képezi. Elfogadták azokat a szellemi, morális értékeket, amelyeken a 20. századi demokrácia mai napig nyugszik, nyugodott. Ezek az individuális szabadságjogok, politikai szabadságjogok és a jog uralma.
Elnök úr is ugye idézte már Schumann és Mané munkásságát, az ő szellemi bábáskodásuknak köszönhetően, elkerülve tulajdonképpen a föderalisták és az ottani akkori unionisták vitáját, a gazdasági alapra koncentráltak. A szén és acél közösséget hozzák létre, majd később ugye az európai gazdasági közösséget. De fontos hangsúlyozni, nem azért összpontosított a gazdaságra, mert az ő életükből, az ő felfogásukból hiányzott a közös múlt, a közös kultúrából, világszemléletből következő kohézió lehetősége, hanem a létrejövő közösség hatásköre körüli eltérő nézeteket tulajdonképpen taktikailag, ez a lépés taktikailag tette szükségessé. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a rövid áttekintés elég arra, hogy hosszú idő kellett ahhoz, és hit és kitartás, hogy az együttműködés magának a kereteit létre lehessen hozni. Ma, véleményem szerint, elsősorban az intézmények sokasságának idején ahhoz kell politikai bátorság, eltökélt munka, hogy a meglévő kereteket újra, hangsúlyozni szeretném, újra tartalommal, szó szerint lélekkel töltsük meg. És ami nagyon fontos, hogy itt már közös a felelősségünk. Magyarországnak, a magyarságnak közös a felelőssége Európával, sorsunk legkülönbözőbb formában összefonódott, ahogy ezt elnök úr is említette. Ma tulajdonképpen az Európai Unióhoz való viszonyt végletesen éljük meg. Egyfelől ott áll a magát euroszkeptikusnak nevező irányzat, amely inkább az elutasításon alapul, és amely jól látható politikai képviselettel rendelkezik. Másfelől pedig hát ugye ott van az államként működő entitást váró, az Európai Egyesült Államok megszületését kívánatos tartó elképzelés, amely mögött nagyon komoly politikai erők sorakoznak föl. Ami, hangsúlyozni szeretném ebben az esetben is, személyes véleményem közös mindkettőben, hogy Európát nem értékközösségként, hanem pusztán gazdasági és fogyasztói érdekközösségként fogják föl. Európában az Európai Uniót illetően kétségkívül nagyon fontos a közgazdaságtan, nagyon fontos a strukturális alapok, a regionális politika, különböző szavazati arányok a különböző európai testületekben. Ezek valóban mind fontos dolgok, de mégse lehet csak ez az Európai Unió lényege. Véleményem szerint az Európai Unió identitásának lényege bármilyen elméletinek tűnik, de a gyakorlat és a történelem ezt mutatja, kölcsönös megértés, a bizalom és a párbeszéd olyan értékek, amelyekkel az európai emberek, európai egyének, európai polgárok százmilliói léteznek. Százmilliói élik hétköznapjaikat, és ezt gyakorolják. És azt hiszem, hogy ez a fajta európaiság, ez a fajta az emberi életekben lévő tartalék az, ami tulajdonképpen reményt ad, reményt kell, hogy adjon. Mára egyébként nagyon sokszor az az érzésünk támadhat, hogy a vezető európai politikusok nagy része ebben elvesztette a hitét. Az, ami tulajdonképpen Európát nagyjátette, és minden ellentmondásosság ellenére ma is Európát életben tartja. Az úgynevezett második, harmadik világból előkerülő, feltörekvő nemzetek mind bátran vallják, mind egyre bátrabban vallják meg szellemi identitásukat, akár szélsőséges módon vallásukat, kultúrájukat. Európa jelenleg azonban gyakran lemond arról az erőről, ami abból a tényből fakad, hogy ez bizony a keresztény kultúra világa. A politikai, úgynevezett politikai korrektség fenntartása érdekében már-már alig beszélünk, de hát itt vagyunk, azért beszélünk, és nem csak beszélünk, hanem tenni is fogunk, legalábbis ezt próbálom még egy picit később bizonyítani, azokról a dolgokról, amelyek szükségesek ahhoz, hogy meghatározó civilizáció maradjon Európa, meghatározó civilizáció maradjunk magunk is. Tisztelt konferencia!
Ugye az előadásom elején említettem a három pillérből az utóbbi évtizedekben a kereszténység lett az, mely mára egyre csendesebben, kimondott többségében már ki sem mondott érték lett Európában. A politikai korrektség nevében már-már a politikai ellehetetlenül és veszélyével, ahogy püspök úr is említette, ér fel, ezen értékek megvalósulásáért tenni, dolgozni, ezért szavakban is kiállni. Ma tulajdonképpen végig tekintünk az Európai Unió intézményeiben helyet foglaló politikusok nagy részén sok ország, sok politikai irányzatát látjuk, láthattam én is, de egyre kevesebb valódi közös céllal, valódi közös identitással. Az Európában zajló válság egy hanyatlás következménye. Mert a válság, hogyha igazából megfigyeljük, nem csupán gazdasági természetű. A gazdasági válság mellett társadalmi válsággal is szembe kell néznünk. Ha végig tekintünk Európán, úgy látjuk, hogy a demográfiai mutatók egy súlyosan, hangsúlyozom, súlyosan előregedő társadalom képét mutatják. A migráció önmagában nem tudja megoldani a népesség problémát, sőt újabb súlyos kérdéseket vet föl Európában a kultúrák és a vallások egymás mellett élésének lehetősége ezeknek a határai. Az életvitelválságot, mely a fenntartható fejlődés tűzi ugyan zászlajára, de azt elérni soha nem képes. Az erkölcsi válságot, mely értékként már csak a fogyasztást tudja megjelölni. Mindezek következtében olyan fogalmak, az emberi együttélés olyan fogalmai váltak megkérdőjelezhetővé Európa szerte, mint a nemzet, a család, a kereszténység. Ma Európában azokat fogadja értetlenség és elutasítottság, akik a kereszténység értékrendje szerint akarnak a maguk gyenge, akár gyarló módján is, de gondolkodni, cselekedni, akár a politikai, vagy a társadalom, akár a politikai értelemben, vagy a társadalom más részeiben. Európa hasonlatos, és engedjék meg ezt a hasonlatot, egy olyan száguldó, hol lassan mozgó járműhöz, ahol az utasok már nem tudják pontosan honnan is indultak, és még kevésbé azt, hogy hová tartanak, hová szeretnének érkezni. Pusztán, és ezt azt hiszem többen megerősíthetik, pusztán az utonlevés, hol izgalmas, hol igen megerőltető, próbára tevő élményét tudják magukénak. Pusztán az utonlevés, hol izgalmas, hol igen megerőltető, próbára tevő élményét tudják magukénak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy itt év elején, és igazából elsősorban, mikor erre az előadásra készültem kollégáim együtt, számba kellett venni, hogy hát év eleje van, és amit itt a következő pár mondatban el szeretnék mondani, az valamiféle feladat megjelölés. De elsősorban számomra, nem más számára. Nem másoknak szeretnék normákat, hanem magamban szeretnék tulajdonképpen önökkel együtt egy kis önvizsgálatot, mit is csinálhatnánk jobban, mit is csinálhatnánk másképp. Mert arra, hogy mennyi probléma van, azt most én igyekeztem felsorolni. De hogy ne a tehetetlenség és ne a reménytelenség legyen úrrá rajtunk, azt hiszem számba kell venni erőinket, számba kell venni mindenkinek saját erejét, és különösen, ugye, ahogy már említettem, így év elején. Mit jelenthet a keresztény alapon álló közélet a 21. század elején? Meggyőződésem szerint jelenti a közjóért végzett szolgálatot. A szegények melletti elköteleződést. A personalizmus, ugye a személyközpontúság eszméjére építő politikát. Jelenti a közösségépítés politikáját. A párbeszéd politikáját. A szolidaritás, a testvéri szeretet elsődleges fontosságú, ugye a kereszténydemokrata, keresztény-szociális gondolkodás történetében. Alapja a Jézusi evangéliumi felebaráti szeretet, amely jelenti a másik javára végzett cselekvés fontosságát, politikai értelemben a közjó előmozdítását. Fontos, hogy ennek mindig, minden esetben ennek a szolidaritásnak a közjóra kell irányulnia.
Engedjék meg, hogy az egyenlőséggel kapcsolatban egy mondatot megfogalmazzak. Az embert Isten teremtette, és minden ember egyszeri és megismételhetetlen. Isten teremtményeiként pedig egyenlőek, még akkor is, hogyha képességeiket, vagy éppen tehetségüket tekintve nem egyformák. Számomra ez egy nagyon komoly kihívást jelent, ez a feladat, ez a gondolat. Kritikai attitűd és a alázatról. A keresztény demokrata gondolatnak fontos része, meggyőződésem szerint, a kritikai, önkritikai beállítottság attitűd. Az önreflexió képessége, meggyőződésem, hogy záloga, elengedhetetlen feltétele bármilyen megújulásnak. Ezek után engedjék meg, hogy most már nem elsőként, de lehet, hogy nem is utolsóként azért hivatkozzak Magyarország alaptörvényére. Az új alaptörvény első fejezete ugye a nemzeti hitvallás, ugye spirituális, egyszerűen spirituális keretet ad az alkotmányunknak. Az alaptörvény bevezető soraiban, ahogy ugye is elnök úr is hivatkozott rá, olyan értékorientált megállapítások, deklaratív kitételek vannak, amely semmi másból, félreérthetetlen módon a keresztény tanításból eredeztethető, a keresztény tanításból származik. Az új alaptörvény több helyen is foglalkozik a teremtett világ megóvásával. Mindez magába foglalja utódainkért való felelősségvállalást, az anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedék életfeltételeit, van írva az alaptörvényünkben. Ebbe a körbe sorolhatjuk még azokat a hivatkozásokat, amelyek a természeti erőforrások védelmére szólítanak föl, amelyet ma különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet védelmére meghozott új magyar törvényi szabályozások is tükröznek. Magyarország alaptörvényben foglalta az értékeket, melyek megvallása és megvalósítása nélkül minden további bekezdés üres szóhalmaz lett volna, és ezért is olyan fontos. Az emberi lét alapja, az emberi méltóság, együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, és a nemzeti összetartás alapvető értékei a hit és a szeretet. Ezen értékek ugyanakkor nem csak egy ország keretei között, hanem az európai identitás összefüggés rendszerében is értelmezendők, értelmezhetők. A keresztény értéken alakuló politika a történelem folyamán most ismét megfogja, lehetősége van, mindenek ezzel ellenére állítom, meg fogja újítani Európát. Véleményem szerint a feladatunk, hogy az elkoptatott értékeinknek visszaadjuk valós, hiteles jelentéstartalmát. Hogy a szolidaritás ne érdekazonosság legyen, hanem a másik személy, másik ember iránti elkötelezettség. Hogy a teremtett világ megóvása politikai program legyen. Magyarország, ahogyan a 16. ugye 17. században nyilván elsősorban kényszerből, saját testével volt kénytelen védelmezni Európát, a haszonszerzés minden reménye nélkül, saját nemzet felfogásának, erkölcsi parancsának engedelmeskedett. Nagyon fontosnak tartom illő és elengedhetlen szerénység és alázat mellett, hogy Magyarország bizonyos esetekben példát tud adni ma Európába. Példát tud adni elsősorban, és biztatást tud adni más kereső emberek, csoportok, hogy ne mondjam, népei számára is, hogy értékeink megvallása, és ezek szerinti cselekvés képes ismét erőt adni, hitet ébreszteni Európában, és azon kívül is. Ahhoz, hogy Európát a keresztény értékek jegyében meg tudjuk újítani, ahhoz valóban elsősorban egy személyes megújulásra,
mentalitásra, új mentalitásra és kormányzásra van szükség. Ahol most állunk, a jelenlegi válság, a kiüresedés nem egy civilizáció, Európa végét, Spengleri értelemben vett halálát jelenti, hanem az újjászületés útjának rajtvonala. Mondhatjuk úgy is, nincs hova hátrálni, de ez valóban lehetőséget hordoz magában. A munka kezdetén állunk, amelyben a keresztényeknek és a kereszténydemokratáknak megkerülhetetlen feladatunk, megkerülhetetlen felelősségünk van. Engedjék meg, hogy összefoglalva, amit el szerettem volna mondani, egy idézettel zárjam mondandómat. Az idézet az úgynevezett tezéi levélből származik. A tezéi ökumenikus közösség minden évben kiad egy 4 oldalas levelet, ahol valóban Istentől és a szeretet parancsától vezérelve megpróbálják saját feladatukat és a közösséget meglátogató elsősorban fiatalok számára megfogalmazni a következő év feladatait. A 2012-es levél így zárul. Tudunk-e anélkül, hogy bárkire bármit is ráerőltetnénk, együtt haladni az úton azokkal, akik nem osztoznak hitünkben, de tiszta szívvel keresik az igazságot. Miközben keressük egy újfajta szolidaritás és bizalom útjait, szükségszerűen megpróbáltatásokkal találkozunk majd. Néha talán úgy érezzük, hogy nem tudunk mit kezdeni velük. Mit tegyünk ilyenkor? Mivel válaszoljunk saját megpróbáltatásainkra és a mások által elviselt nehézségekre, ha csak nem azzal, hogy még inkább szeretünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ismerünk mindannyian olyan embereket, akiket úgy szoktunk jellemezni, hogy ha kérdeznek, akkor is hazudnak. Egyes politikusok az utóbbi években kitaláltak egy sajátos fogalmat, hogy úgy tudjanak hazudni, hogy nehogy ne járjon ére büntetés, hanem még erénynek is tűnjön. Ez a politically correct speech. Hálásak lehetünk azért, hogy azért vannak olyan politikusaink is, mint például Hölvényi György államtitkár úr, aki nem ilyenfajta korrektségre, hanem a szó nemes igazi értelmében emberi korrektségre törekedve próbálja és tudja végezni szolgálatát. Kívánunk neki ehhez sok sikert ezen az új, immár több hónapos feladatkörben is, amelyet ellát. Ahogy Kápolnai Dezső elnök úr korábbi alkalmakkor említette, egy érdekes jelenséget tapasztalhatunk meg a 19 év alatt a Beckett emlékünnepsége kapcsán. Azt tudnélik, hogy a résztvevők, a résztvevő közönség fokozatosan vagy spontán módon igazi érték, szellemi lelki értékek körül szerveződő szellemi lelki közösséggé alakul, vagy így érzik egymást a jelenlévők egy ilyen közösség tagjainak. Ez egy nagyon jó jelenség, örömteli, és ilyen értelemben vannak, ha szabad így mondani, állandó résztvevők, akik barátaink a Beckett emlékünnepség kapcsán. Ilyen például Járai Zsigmond, nem tudom, itt van-e, reggel még beszéltem vele, azt mondta, hogy itt lesz. Vagy például Kun Miklós barátunk, aki Budapesten, Esztergomban, Szegeden, az országban sok helyen nagyon áldozatos szolgálatot végez az igazi értékek megvédése, képviselete, gazdagítása, tanúságtétele kapcsán. Rétvári Bence államtitkár urat már elég régóta ismerjük, de amikor, nem is tudom, tán egy éve, jó pár hónappal ezelőtt megkért egyfajta egyeztetésre egy olyan, szép kifejezéssel mondom, projekt kapcsán, amit ő talált ki, egy Mórusz díjat alapított, esetleg pár szót megkérem, hogy szóljon róla. Ezzel kapcsolatban egy egyeztetésre hívott,
Már akkor még nem tudta, de már elhatároztam, hogy meg fogjuk egyszer hívni egy Beckett emlékünnepségen tartandó előadásra is. Nem csak azért, mert Mórusz Tamás és Beckett Tamás, mind a kettő Tamás és mind a kettő angol, hanem valóban Mórusz Tamásnak is, bár 400 évvel később élt, nagyon érdekes, sokak által ismeretlen angol-magyar kapcsolatokat érintő mozzanat van az életében, hogy tudnilik annak a végén a Tower börtönben, Londonban kivégzése előtt egyik nagy művét, az Utópia mellett, amit mindenki ismer, írta meg, amelynek a címe néhány évvel ezelőtt szintén beszéltünk róla ilyen alkalomból, erősítő párbeszéd viszontagság idején, a Dialogue of Comfort in Times of Tribulation. Két magyar köznemes beszél a Mohácsi vész után, párbeszédet folytat arról, hogy mit lehetne tenni, hogy kilábaljunk ebből a bajból, vagy még nagyobb bajt, mert azért tornyosultak a felhők Magyarország fölött, elkerüljünk, és egy hosszú párbeszéddé alakul a mű, amely örökérvényű üzenetekkel rendelkezik. De most nem erről lesz szó, hanem államtitkár urat megkérjük, hogy ezekről a európai szempontból nélkülözhetetlen fontos, a jövőnk szempontjából értékekről beszéljen saját szemszögéből. Tisztelt Püspök atya, bíboros atya, elnök úr, államtitkár úr, hölgyeim és uraim! Völner Páli magasságba állítom a mikrofont magamnak. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, amikor Püspök atyát felkértem, hogy valóban egy kuratórium elnöke legyen, mert itt szerénykedett, de ennek mégiscsak ő a kuratóriumi elnöke. Akkor nem tudtam, hogy ez még egy ilyen meghívást fog maga után vonzani, de nagy örömmel jöttem, hiszen úgy gondolom, hogy ezekről a dolgokról nagyon sokat beszéltünk, és még nagyon sokat fogunk beszélni, de fontos erről eszmét cserélni. Nagy kihívás elé állítottak, hiszen önök már majdnem másfél órája ülnek itt, és hallgatják az előadókat és az átvezető szövegeket, mint a méltatásokat. Igyekszem nem visszaélni az idejükkel, de élni a részterem biztosított lehetőséggel. Az alaptörvénynek már számtalan szakaszát, cikkét idézték a előttem szólók. Én itt a világnézeti szempontból engedjék meg, hogy kettőt-hármat kiemeljek. Alaptörvényünk nemzeti ittvallásának egyik első sora hangzik úgy, hogy büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt biztos alapokra építette Magyarországot a keresztény Európa részeként. Majd 2-3 mondattal később úgy folytatódik, hogy elismerjük a kereszténység nemzet megtartó szerepét. Magyarország számára tehát a nemzeti identitás és a vallási identitás nagyon érdekes módon egybefolyt. Hiszen ha megnézzük, hogy hányféle nép mozdult már itt a Kárpát-medencében, ugye Kompország, stb. Szoktuk ezt mondani, kelet-nyugat felől jöttek itt besenyők, jászok, voltak itt avarok, és sok mindenki más, de mégsem avarország, mégsem besenyőország, vagy mégsem tatárország van itt Magyarországon. És ennek egyetlen egy fő indoka van, hogy Szent István királyunk biztos alapként a kereszténységet választotta. Ha nem választotta volna, azt jött volna egy másik népcsoport, ha ő felismerte volna azt, hogy keresztény államvallásként lehet itt Európában megmaradni, akkor egy másik népnek az országa lenne itt a Kárpát-medencében. Számunkra tehát a kereszténység ezért nemzet megtartó erő, a mi identitásunknak nem csak vallási, de államfenntartási, vagy ha tetszik, közpolitikai jogból is része. Az alaptörvényünket mostanában szintén újabb támadások érik, nap mint nap olvashatjuk, hogy kik ír újabb alkotmánytervezeteket. Néztem a híradásokat, és láttam, hogy egy belvárosi pince langyos melegében apa és fia konzultál két szervezet nevében új alkotmányok szövegéről, de ha nem is újról, akkor hogy hogyan állítják vissza a régit, hiszen a reform lényege számukra az, hogy visszatérjenek a 20 évvel ezelőtti állapotokhoz. Lehet, hogy későbbi vagy korábbi időkre is visszagondolnának, és belegondoltam, hogy nekünk volt egy konzultációnk, amire 9 jogi kar válaszolt, közel 1 millió ember küldött vissza véleményeket. A parlamentben több mint fél éven keresztül folyt egy vita róla, míg hát azért francia vagy német barátaink ennél gyorsabb és rövidebb idő alatt fogadták el a saját alaptörvényeiket, és mondták, hogy ez nem kellő társadalmi vita, nem kellő egyeztetés, ez az 1 millió embernyi vélemény, de egy apa egy fiával, egy volt igazsági miniszter, egy mostani képviselővel leül egy belvárosi pince melegében, az már bizony társadalmi egyeztetésnek minősíthető. Szó volt itt európai alaptörvény tervezetekről is.
Végül a lisszaboni szerzésben fogadódott el az a mondat, amelyet elnök úr is idézett, de korábban önök is tudják, volt egy európai alaptörvény alkotmánytervezet, melyet népszavazásra is bocsájtottak sok országban. És hát az jó Istennek milyen humorérzéke van, ugye ne felejtsük, hogy a francia népszavazáson bukott el az az európai alkotmánytervezet, amely kihagyta a kereszténységet és a jó Istent a szövegéből. Tehát jó Isten a franciákkal vétózta meg azt az alkotmányt, amit őt megvétózta, a jó Isten nevének az említését itt Európán belül. Ebből is láthatjuk, hogy a jó Isten útjai kifürkészhetetlenek. Akár Beckett Tamás életében is látunk ilyen fordulópontokat, hogy miként lesz királyhű kancellárból utána az egyház feje, és akár a királlyal való konfliktust is vállalja ebben az esetben. Na de hát lehet, hogy még az európai keresztény értékek megemlítésében is ilyesfajta furcsa vagy egyedi utat választ. Sokszor hangzottatott mondás, hogy Európában az is keresztény, aki ateista, bár a magam véleménye szerint ateista nem is nagyon létezik igazából, mert aki ateistává válik, az körülbelül 3 másodpercen belül materialistává változik át, hiszen valamiféle érték azért kell az életében, és ha nem a jóisten az, vagy nem az erkölcsi értékek, akkor az anyagi értékek válnak abszolútá, és azzal kezdenek el foglalkozni, és a pénz lesz az, amiben mindent mérni tudnak, vagy mérni akarnak, és amit felkívánnak halmozni. És ennek kapcsán jutott eszembe egy ismert Nobel-díjas kutató, Max Planck, aki 1858-ban született és 47-ben halt meg, ő egy német fizikus volt, ő egy Planck törvényt fogalmazott meg, van is róla egy intézet elnevezve, a Max Planck intézet, és ő az, aki, ezt direkt inkább felolvasom tudományos iratból, nehogy elrontsam, tehát ő az, aki arra a következtetésre jutott, hogy az energia nem folytonos, hanem atomos szerkezetű, és ezzel a felfedezésével ő alapította meg a modern kvantum elméletet. Hát gondoltam, hogyha valaki a materializmusnak, mint anyagi világnak a legnagyobb kutatója, és ebben a fizikai valóságban, materiális valóságban elvégzett tudományos sikereért még Nobel-díjat is kapott, akkor érdemes elolvasni az ő gondolatait arról, hogy önmagában létezik-e anyag, vagy az anyag mögött mindig egy szellemet, a jó Istent kell keresnünk. Így tehát felütöttem Max Plancknak az egyik művét egy gyűjteményben, hogy mit is mond ő, az anyagok legjobb ismerője, az anyagtudomány Nobel-díjasa, az anyag természetéről. Mint fizikust, vagyis olyan embert, aki egész életét a józan tudománynak, az anyag kutatásának szentelte, aligha gyanúsíthatnak fantasztasággal. Ezért mondom az atomkutatással a hátam mögött a következőket. Önmagában nem létezik anyag. Mindennemű anyag csak erő következtében jött létre és áll fönn, mely erő az atom részecskéket rezgésbe hozza, és azokat az atom parányi naprendszerében összetartja. Mivel azonban a világmindenségben sem értelmes, sem örök absztrakt erő nincsen, az embernek nem sikerült feltalálnia a hőn áhított perpétum mobilét sem. Ezért kénytelenek vagyunk emögött az erő mögött egy tudatos, értelmes szellemet feltételezni. Ez a szellem minden anyag ősoka. Nem a látható, de múlékony anyaga reális az igaz, mert az anyag, mint láttuk, enélkül a szellem nélkül nem is állna fönn, hanem a láthatatlan, halhatatlan szellem az igaz. Mivel azonban nem lehetséges magában vett szellem, és minden szellem ez egy lényhez tartozik, ezért kényszerülünk föltételezni egy szellemi lényt. Mivel azonban szellemi lények sem létezhetnek önmaguktól, hanem teremtetniük kell valaki által, ezért nem félek ugyanúgy nevén nevézni ezt a titokzatos teremtőt, mint a korábbi nemzetékekben a Föld szinte valamennyi régi kultúrnépe nevezte Isten. A legnagyobb tudója az anyagtudományoknak ugyanarra jutott, mint sokunk magunk mindenfajta ilyesfajta Nobel-díj nélkül, hogy jó Isten nélkül az anyagi világ sem képzelhető el. Hogy hatotta át ez a hit az európai kultúránkat? Beszélt itt államtitkár kollégám és barátom erről a bizonyos 3 dombról. Keresztény világnézetünkről, vallásunkról, a görög filozófiáról és a római jogról. Ha kivennénk a 3 domb közül az egyiket, mondjuk jelen esetben a kereszténységet, mi maradna a másik 2-ből? Ha nem lenne kereszténység, hanem csak a görög filozófia uralná mondjuk a mostani tevékenységünket, vajon miben lenne más? Ugye önök is egy gyakorlati példával szemléltetve,
Ha elmennek egy boltban vásárolni, vagy bárhova, és látják egy terméken nagy csillag alakban villogó felirat, hogy új. Számunkra, ebben az európai keresztény kultúrkörben felnevelkedett emberek számára, és teljesen mindegy tekintetben, hogy vallásosak vagyunk-e vagy sem, az új az mindig érdekes. Ezért egy cég is néha arculatot újít, újfajta színeket hoz be, újfajta dizájnt, mert az új, az jó, az újhoz szívesebben megyek be. De ezt a kereszténység hozta be a gondolkodásmódunkban, hiszen a görög filozófiában élnénk, az új az Pandora szerencéje. Egy olyan ismeretlen kis dobozka, amit ha kinyitunk, akkor lehet, hogy rossz szellemek ugranak ki belőle. Hogy nem így viszonyulunk a legegyszerűbb mosóporhoz, vagy a legegyszerűbb bolt megújított kirakathoz, az a keresztény gyökerekkel rendelkező filozófiának az alapján áll így. Aki ateistának tartja is magát, bár szerintem ugye az már materialista, de aki ateistaként néz a világra, nem tud nem kultúrkeresztény lenni, és például ebben a kérdésben nem így viszonyulni egy új termékhez, egy bolthoz, egy új kirakathoz, egy új arculathoz. De szintén ugyanígy, hogyha pusztán a római jog szabályai szerint élnénk, és a kereszténység nem hatotta volna át ezt az európai kultúrkört, lehet, hogy a mai napig még rabszolgaság is lenne, hiszen emlékszünk, hogy a keresztények léptek föl, és az egyházfő, a pápa lépett föl leginkább, még a római birodalomban is, a rabszolgaság megszüntetésével szemben, hiszen azt mondta a római jog, hogy a jog három pillére közül a Jus Gentium alapján, amit én Zrinszky Jánostól tanultam, akit már ma idéztünk egyszer, tehát igenis fennállhat a rabszolgaság, és jogunk van más népeket igába hajtani, és az ő munkaerejüket, mint egy tárgyként felhasználni. A kereszténységnek az értékvilága kellett ahhoz, hogy ebből egy emberibb világnézet legyen, az a szolidaritás, amiről mindenki előttem már beszélt, a felebaráti szeretet, ahogy mi hívjuk, társadalmi szolidaritás, ahogy ezt politikailag korrektül mások mondják, ez kellett ahhoz, hogy egy emberibb világot teremtsünk így. De hogyha megnézzük azt, hogy minek köszönheti Európa azt, hogy felemelkedett, hogy nem az indiánok hajóztak el valahova Anglia partjaihoz, vagy Portugália partjaihoz, és nem ők fedeztek föl minket, és ma nem a maja naptár szerint számolnánk, vagy bár azzal már nem számolnánk, hanem valamilyen más indiár naptár szerint számolnánk, és nem Krisztus születésétől számítanánk az időt, ennek is valamelyest keresztény gyökerei vannak, hiszen a kereszténység filozófiája vitte az európai ipart, kereskedelmet, az egész gazdasági életet az értékteremtő munkának a filozófia alapjaival arra, hogy a legfejlettebb része a világnak a keresztény Európa lett. Hiszen hajtsátok uralmatok alá a teljes világot, demisztifikálta valamelyest a világnak a különböző szellemét, hogy szellemek laknak a kövekben, szellemek laknak a fában. Nem olyan filozófia volt, mint a távol keleten a hindu vagy más filozófiák, amelyek mindenben valami szellemet láttak, és igazából nem az értékteremtést tartották fontosnak, hanem majd a Brahmánban való feloldódást, és addig is a meditáció és a hasonló világgal való teljes szinkrona lépés volt a feladatuk, hanem nem, a világ átalakítása. Amikor Pekingben jártam, ott elmesélték nyilván a tiltott városnak a történetét, és a császárok úgy időről időre harmonizálták a természettel az ott korábban kialakított épületeket. Tehát nem a világot akarták uralmuk alá hajtani, hanem maguk legfőbb palotáját akarták még inkább a világhoz hasonlóvá tenni. Ők akartak a természethez hasonlulni, és nem azt maguk uralma alá hajtani. Nem véletlen, hogy az európaiak fedezték fel ezeket a társadalmakat. Nem véletlen, hogy a mi felfedezőink Dél-Amerikában, konkisztádoraink vagy Marco Polo India irányába indult el, és ő fedezte ezeket a területeket. Kereszténység nélkül ezt sose tette volna meg, mert nem lett volna ugye a keresztény teológiai szerint is, amikor dolgozunk, amikor értékteremtő munkát végzünk, akkor a Jóisten teremtő tervének a részeseivé válunk. Mi magunk a magunk erejéből hozzátesztük azt a Jóisten művéhez, amit a szerény képességünk révén hozzá tudunk tenni. Ha nem így álltunk volna hozzá, akkor az indiaiak, vagy indiánok, vagy kínaiak, vagy valamilyen dél-afrikai nép lenne itt, aki az írásmódunkat, a kultúránkat, a vallásunkat, vagy a gazdasági berendezkedésünket meghatározna. Ezért fogalmaz egyébként az alaptörvényünk is úgy, hogy Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán alapul. Pontosan azon az értékteremtő munkán, aminek az alapja ez a fajta keresztény gondolkodásmód itt Európában. De ugyanígy az emberi jogoknak a védelmét is a kereszténységből eredeztethetjük, de akár a környezetvédelmet is, teremtésvédelmet is ide vezethetjük vissza, hiszen a kereszténység mondja azt, hogy mi emberek nem pusztán egy tárgyak vagyunk, akit bárhogy lehet adni-venni, nem pusztán az egyéni haszonnak, vagy az egyéni élvezetnek a maximalizálása a legfőbb szempont, mert annak alapján bármelyik embertársamat kifoszthatom, hiszen ha én vagyok, és nincs erkölcsi környezet, ha nincs Jóisten, aki előtt majd egyszer el kell számoljak a tetteimmel, miért nem venném el tőle azt, ami nekem kell? Nekem attól jobb lesz, az ő emberi méltósága számomra nem fontos, hiszen nem hiszem azt, hogy a Jóisten teremtett képmása, ugyan
ugyanolyan méltósággal rendelkezik, mint én, hiszen ugyanúgy teremtett a Jóisten, mint engem, nyugodtan elvehetném tőle akár az életét is, hiszen akkor csak én vagyok, egocentrikus a világképem, csak a saját élvezeteimnek a maximalizálása az, amire törekszem, és bárki mást bármilyen rabigába hajthatok, kihasználhatok, átverhetek, vagy kifoszthatok. A kereszténység kell ahhoz. A teremtett mi volt, a Jóisten képmási mi volt kell ahhoz, hogy a másik emberben a méltóságot tisztelni tudjam. Ez az, ami itt az európai ilyesfajta emberi jognak, vagy a középkori menedékjognak, és sok minden, az azilumnak, sok minden másnak is az alapját képezte, és kereszténység nélkül nem létezhet. Ugyanakkor nyilvánvalóan ez a kereszténység a társadalomban időről időre, régen 100 évről 100 évre, most már generációról generációra másként jelenik meg, és a kereszténységnek a szerepét mindig, mindenes alkalommal újra és újra kell értelmezzük a társadalomban. Már nem is emlékszem, hogy Szent Ágoston vagy Szent Tamás mondta, hogy Ecclesia Semper Reformans, de azt hiszem Szent Ágoston, hogy az egyház mindig megüllésre szorul. És a mi vagyunk ugyanaz egyház magunk hívők, de ettől függetlenül a mi keresztény világképünk is, vagy a keresztény politikusoknak, a keresztény demokrata világszemlélete is folyamatosan megüllésre szorul, hiszen akkor is nagyon nagy hibát követünk el nyilván, ha feladjuk az elveinket, de akkor is nagyon nagy hibát követünk el, ha ugyanabba a lábnyomba akarunk belépni, amiben akár keresztény hívő elődeink, vagy egyházi vezető elődeink, vagy akár politika elődeink léptek. Hiszen nem az ő lábuk nyomát kell keresnünk, nagyon nagy hibát követünk el, hogyha a 30-as évek politikusainak, vagy a Trianon előtti Magyarország egyházi vezetőinek a lába nyomába akarunk lépni, ugyanarra helyre, ugyanabba az irányba kell néznünk, de sosem szabad ugyanazt a lábnyomot keresnünk, mert akkor nem leszünk hitelesek a társam számára, és nem is szolgáljuk a Jóistennek a teremtő tervét magunkkal kapcsolatban. Nyilvánvalóan Beckett Tamás kapcsán, aki mártíromságot, vagy inkább vértanúságot szenvedett, eszünkbe jött a keresztények üldözése sok szempontból, és ez ma itt Európában, ma itt Magyarországon valóban központi kérdés is. Két irányból lehet ezt a kérdést megközelíteni. Kezdjük azokkal, akik ma is vértanúságot szenvednek. Az elmúlt 10 esztendőben a világon 1 millió keresztény testvérünket öltek meg a hite miatt. Mióta én önöknek beszélek, az körülbelül egy ilyen bő 10 perc, 2 keresztény testvérünket ölték meg átlagosan 10 perc alatt, ez alatt az idő alatt, csak a hite miatt. Átlagosan a világban 5 percenként ölnek meg valakit keresztény, katolikus, református, bármilyen más protestáns világnézete miatt. Mind a mai napig a legüldözöttebb vallás a kereszténység. 133 országban 200 millió testvérünk szenved folyamatos üldöztetést. Ők azok, akik a mai kornak a vértanúi, ők azok, akik valóban az életükkel bizonyítják a hitüket, mint ahogy Beckett Tamás, vagy Mórusz Tamás, vagy nagyon sokan mások, itt mögöttem lévő akár Szent Gellért, vagy mások tették ezt meg a történelem során. De Európában nyilvánvalóan egy másfajta veszélye van a kereszténységnek, ez pedig a közömbösség valamelyest, a tolerancia diktatúra, ahogy Püspök atya mondta. Ez nyilvánvalóan sokkal egy könnyebb helyzet, hiszen itt a nevetségesé válástól kell félni a keresztényeknek, nem az életük forog veszélyben, de ugyanakkor nagyon fontos tényező itt Európán belül, ez a fajta belső gyengítése. Gondoljuk meg, hogy hány filmet látunk mi is hirdetésekben, vagy hány cikket olvasunk, amelyek különböző ízléstelen vagy egyházat direkt támadó tartalommal rendelkeznek, vagy képi ábrázolással, beállítással rendelkeznek. És gondoljuk el, amikor a YouTube-ra fölkerült egy videó, amely Mohamedet egyfajta sértő módon állította be, akkor emberek százezrei jelentek meg muzulmán országokban, mentek ki az utcára, tüntettek, gyújtogattak, megtámadtak nagykövetségeket, és akár meg is öltek diplomatákat. Hány tüntetésről hallottunk akkor, hogy egyházgyalázó film került a mozikba? Hol álltak ki keresztények, püspökök, hívők, és kérték ki maguknak az ilyesfajta egyházgyalázást? Melyik vallás áll jobban a világban, ahol százezrek vonulnak az utcára akkor, hogyha az egyházat megtámadják, vagy a vallást megtámadják, vagy pedig azok, akik ezt tűrik? Vajon melyik útja vezet előre, és melyik az, amelyik helyben toporog, melyik az erős, és melyik a gyenge? Miért alakult ki az, hogy a muzulmánok a mai napig is a lábukkal, vagy olykor-olykor még kődarabokkal is a hitüket ért támadást azt megvédik, mi keresztények pedig itt Európában mindent eltűrünk, sőt, ha mi szólunk meg, még azt mondják, megsértettük a toleranciának a világnézetté emelt elvét. Ugyanakkor Európában a belső ilyesfajta gyengítés mellett van egy itt jelentkező, de külső támadása is. Brüsszelben a tavaly megszületett gyerekek 43%-a muzulmán volt. Angliában a leggyakoribb fiú név az a Mohamed. Dél-Franciaországban egyes városokban, Marseille-ben máshol már többségbe kerültek a bevándorlók.
Ha végignézzük ezeket az országokat, láthatjuk, hogy sokkal nagyobb a bevándorlás problémája és a megjelenő muzulmánoknak a problémája, mint mi azt innen Közép-Európából gondolnánk. Azt látják ugyanis, hogy van egy legyengült vallású, legyengült identitású Európa, és ők ezt nem barátságnak, nem jó szándéknak, nem kedvességnek veszik, hogy mi a saját keresztény ünnepeinket már, hogy még az oroszok ugye mondták, vagy szovjetek, hogy a fenyőfa ünnep, meg Gyedmároz, meg stb. Mi pedig most ilyen téli fesztivált kívánunk egymásnak és hasonlót. Nem mi, de hát nagyon sok politikai, a korrektül beszélő politikus társunk. Ők ezt a gyengeség jelének látják, és azt mondták, amit nem sikerült ugye Szulejmánnak elérni, és Bécs alatt megfordult, és Magyarországon is még 150 évig ideiglenesen tartózkodott, de aztán kivonultak a muzulmánok az Európai Unióból. Hát most azt láthatjuk, hogy igencsak előre törnek. Amikor végig sétáltam pár héttel ezelőtt Brüsszelnek az utcáin, ahol éppen nem önkormányzati választásokat tartottak, ott az a szokás, hogy politikai szokás, hogy a plakátokat általában az üzleteknek a kirakatába rakják, tehát nem ilyen óriás plakátok meg egyéb felületek, hanem az üzleteknél. És hát az üzleteket ugye kik dolgoznak már ott? A bevándorlók. Én több csadoros nőt láttam önkormányzati jelöltként, mint öltönyös nyakkendős fehér férfit ezeken a kirakatokon, ezekben a plakátokon. És egyrészt ugye mivel már ugye a nyakkendőt nem illik hordani, mert ez olyan kirekesztőnek tűnik, vagy nem tudom milyen okokból, de azért ez elgondolkodtató, hogy az európai kultúránkból mit tudunk megőrizni, és azok, akik bevándorolnak, azok, ha nem találkoznak itt egy erős identitású, erős keresztény vallás identitású Európával, akkor nyilvánvalóan ez a fajta civilizáció nem néz jó jövő elé. Márpedig nem csak a vallás értékeinket verik szét sok esetben, vagy próbálják szétverni, hanem számtalan példát mondhatunk a teljesen profán értékeink, mint a családdal kapcsolatban. Tudják-e önök, hogy Angliában a gyerekek, amikor írtak levelet a Jézuskának, pontosabban ott a Mikulásnak írnak levelet a helyi szokások szerint, mi volt az, amit a legtöbben kértek? Többen, mint játékot, iPodot, vagy bármilyen mást. Apukát, mert nincs apukájuk. Mert az a fajta családmodell, amelyik mindenkit szabadon enged, és nem ösztönöz semmire, hiszen meghatározni nem szabad senki számára nyilván, hogy hogyan éljen. De ösztönözni az állam azért ösztönözhet, mint mi, ahogy családi típus adózással ösztönözzük a családoknak a stabilitását. Ott az ilyesfajta elvek feladása nyomán, hát már az apukák lettek a legnagyobb hiánycik a gyermekek számára. Hiszen mi nem egy keresztény identitású vagy vallású Európát építettünk, hanem ahogy itt államtitkár úr nagyon találóan mondta a beszéd elején, mi egy európai fogyasztói közösséget. Hiszen ezelőtt 1000 évvel Szent István királyunk itt mögöttem, hogy hozott olyan törvényeket, hogy minden 10 falu építsen templomot. Most mit épít minden 10 falu? Tesco-t. Akkor templomba mentek vasárnap, most bevásárolni mentek. Mi a kultúra alapja? Mit épített minden 10 falu? Ha fogyasztásra építő társadalmat építünk, akkor nyilvánvalóan ezeket az értékeinket veszélyeztetjük, de nekünk nyilvánvalóan a feladatunk keresztény politikusként vagy hívőként is ezeknek a védelme, még akkor is mondom, hogyha minket valamelyest nevetségesé akarnak tenni ezekkel kapcsolatban. A második része a címnek, arról már csak egy gondolatot fogok mondani, az európai identitás. Mi lehet akkor vajon ez az európai identitás? Egyrészt gondolkozhatunk azon, hogy ez egy új identitás. Tehát ha valaki európáivá akar válni, akkor elhagyja a saját nemzeti identitást, és egy európaivá válik. Én úgy gondolom, hogy nem ez az. Nincs külön ilyen európailag definiálható identitásforma. Másodszorra gondolhatunk azt, hogy ez egy mixtúra. Hogy valamit kiveszünk a hollandokból, mondjuk a sajtot, kiveszünk a görögökből mondjuk az olimpiai játékokat, a magyarokból a paprikát, meg a csikós ostorokat és egyebeket. Tehát egy ilyen mixet hozunk létre. Voltak is ilyen kísérletek, ugye, hogy az európai zászló legyen az összes zászló csíkjának egyfajta egymás után rakása, de úgy gondolom, hogy nem is ezzé alakult, tehát nem is lehetne meghatározni. De mégis van valami az európai identitást alkotja. De mi az, ami ugyanaz lehet egy dánban és egy olaszban, egy észtben és egy portugálban, egy írben és egy görögben? Mi lehet, ami közös? Más éghajlat, más nyelv, más gondolkodás, van még más betűk is. Egy valami közös, a kereszténység. Nincs más közös az írben és a görögben, az észtben és a portugálban, a dánban és az olaszban, csak a kereszténység. Csak az a kultúra, ami a kereszténységből fakad, az lehet európai kultúra, mert nincs más, ami ezeket a nagyon szertágazó, nagyon különböző történelmű államokat összekötni. Volt szerencsésebb és szerencsétlenebb sorsú. Volt, amelyik általában uralkodott másokon, volt, akin általában mások uralkodtak. Van, amelyiknek van egy tiszta, elszigetelt, másoktól elkülöníthető történelme. Van, aki
állandó támadások vagy állandó átmenetek és keveredések között jött létre. Ami egyetlen közös elem, az a kereszténység, a keresztény hit és a keresztény vallás. Ezért nem lehet más Európa, mint keresztény, és ezért nem is határozhatjuk meg az európai identitást másként, mint keresztény identitást. Most pedig itt Esztergomban, azt hiszem, egy Ferencesnek, azt hiszi Szent Ferencnek az imáját zárásképpen, hogy pontosan mi is a feladatunk akkor nekünk keresztény politikusként, keresztény felelős emberként, ahová állított minket a Jóisten orvosnak, rektornak vagy villanyszerelőnek, mit kell tegyünk ahhoz, hogy hitelesek is legyünk keresztényként. Sokan ismerik szerintem, de én ezzel zárnám a gondolataimat. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek ott, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol a kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol a gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen. Most Rétvári Bencei és Völner Páli magasságokból lehúztam a mikrofont Kisrigói magasságba. És hogy nem tudom magamba folytani azt, amit már egyszer hasonló körökben elmondtam, egy nagyon jó definíció Európára, amikor valószínű még Írország, mivel vannak ír vendégeink is, meg Magyarország is, és ha ezt megteszik, akkor ez továbbra is áll. Igazán kiálltak keresztény értékek mellett, és képviselték azokat. Találkozott egy ír és egy magyar, és definíciót adtak Európára. Mi Európa valami Írország és Magyarország között. Hát magyarul amilyenek az írek, és mi olyan Európa, és hát motorként, katalizálóként is elő avanzsálhatunk. Köszönöm szépen államtitkár úr előadását, filozófiai szempontokból is megvilágított, különböző kultúrákra is nyitó, és a természettudományokat is megszólító előadását. Max Planck idézete idején figyeltem Szabó Gábor rektor úr tekintetét, és eszembe jutott, hogy az elmúlt években voltak már előadóink között miniszterelnök, köztársasági elnök, pénzügyminiszter, külügyminiszter, nagykövet, top menedzser, legfőbb ügyész, és még sokan mások, de még nem volt természettudós. Rektor úr, aki lézerfizikus és akadémikus, és tudom, hogy foglalkoztatja a téma az ő szempontjából is, ismerem is egyik előadását, eszembe jutott, hogy ő is potenciális előadónká lépett elő a következő években. Köszönöm szépen mindhármuk előadását. Tényleg ritkán hallani olyan három előadást, amennyire összecseng, harmonizál egymással, és köszönetünk kifejezése mellett kívánok mindhármuknak hatékony szolgálatot minden jó ügyben, igaz értékeink mentén. Ahogy említettem, jövőre tartjuk a 20. legújabbkori Beckett Tamás emlékünnepséget. A Runei Alapítvány és az Egyesület már gondolkodik, hogy kiemelt ünnepélyességgel emlékezünk majd meg a 20. alkalommal is Beckett Szent Tamásról. Az Alapítvány egyébként továbbra is két fő feladatának a Beckett Szent Tamás emlékünnepség szervezését, rendezését, illetve a alapítványi óvoda létrehozását, amelynek majd
sajátos angol-magyar vonatkozása is lesznek, létrehozását tartja sok más mellett, és mindenkit szeretettel már most hívunk a jövő évi ünnepségekre. Megkérem Paskai László bíboros atyát, zárja, mondja el a zárszót, és zárja be az ünnepelésnek ezt a részét, és utána minden kedves vendégünket várunk a szellemi-lelki töltekezés után egy kis fizikai töltekezésre, egy fogadásra, baráti együttlétre. Az idei évben is kegyelettel megemlékeztünk Beket Szent Tamásról, akinek tiszteletére templom és préposság jött létre Esztergomban, nem sokkal szenti avatása után. Szokás szerint közös imádságon vettünk részt a tiszteletére épült templom előtt, majd most az esztergomi vár lovagtermében emlékülés keretében hallottunk útmutató előadásokat keresztény értékek és európai identitás témakörében. Köszönet illeti elnök urat, államtitkár urakat értékes előadásaikért. A keresztény értékek a társadalom építésében nélkülözhetetlenek. Mégis a történelem folyamán folytonos küzdelem alakul ki a keresztény értékek ellen. Ez történt Beket Szent Tamás korában, amikor küzdenie kellett a király túlkapásai és az állam ellentétes erőivel szemben. Ez történt kortársával, magyar Bánfi Lukáccsal is, aki Beket Tamás tanulótársa volt a Párizsi Egyetemen, és mint esztergomi érsek, hazánk akkor legműveltebb főpapja volt. Neki is küzdenie kellett az államhatalom visszaéléseivel szemben. Második László ezért börtönbe záratta két alkalommal, majd küzdött az egyház érdekeiért harmadik István idejében, mert nem akarta, hogy az egyházi javakat eltulajdonítsa. Az előadásokban értékes gondolatokat találunk a keresztény értékek társadalom építő szerepéről. A jelenben is megtapasztaljuk, hogy az ellentétes beállítottságok és erők küzdenek a keresztény értékek ellen, mindig újabb és újabb formában. Szükségünk van ma is indításokra, hogy el ne fáradjunk, és következetesen szolgáljuk a keresztény értékek megtartását, és ezzel együtt az európai identitásunkat. Így emlékezek 16. Benedek pápa szavaira, amelyeket az év kezdetén ugyan a béke biztosításának a szolgálatáról írt, de amelynek a tartalma a társadalom egész életére is vonatkozik. Többek között ezt írta: ahhoz, hogy hitelesen építsük a békét, alapvető fontosságú az odafigyelés a transzcendens dimenzióra és az Istennel, az irgalmas atyával folytatott folytonos párbeszédre. Így lehet képes az ember legyőzni a béke elhomályosításának és tagadásának a csíráját, amely maga a bűn, annak minden formájában, az önzés, az erőszak, a kapzsiság, a hatalomvágy, az intolerancia, a gyűlölet és az igazságtalan társadalmi szerveződések. Befejezésül emlékezek arra, hogy előremutatóak voltak Orbán Viktor miniszterelnök úrnak múlt év november 17-én Madridban elhangzott szavai, amikor Remény és keresztény válasz a válságra címmel tartott előadást. Többek között ezeket mondta: a vallás, az egyház, a nemzet, a család nem a múlthoz, hanem a jövőhöz tartozik.
Mi úgy véljük, a keresztény értékeken alapuló politika a történelem folyamán immár sokadszor fogja megújítani Európát. Az új esztendőben Isten áldását kérve töretlenül fáradozzunk azért, hogy a vallás, az egyház, a nemzet, a család ne a múlthoz, hanem a reményteljes magyar jövőt építse. Köszönöm a figyelmüket. Értéket adunk az időnek.